Szépasszony kertjében tavaszi csirkék, immár tyúkok és kakasok szaladgáltak, buzgón gyepálták és trágyázták a gyöpöt, a szomszédból terelte őket a kalandvágy, minden lelkes állat sajátja. Talán éppen erre gondolt ősz hírlapíró, midőn az ávósok lelkéről elmélkedett a jeles társaságban. Éppen azt fejtegette, hogy a kalandvágy milyen nagy erővel hajtott derék, jószándékú fiatal embereket is az ávó soraiba, ahol ugyanezek az ifjak semmit nem tanultak, mert a hívó szellem ezt a parancsot súlykolta beléjük, ne kérdezd, ne tudd, s nem lesz bajod. Talán, mélázott teája páráján át a múltba szendézi. Bizony talán, bólintott ősz hírlapíró, akkor a talán is beismerésként jegyzőkönyveződött. No, de térjünk a lényegre. És már is a lényegre tért, mégpedig a 40-es, 50-es évek egyik kiváló fiatal bencés szerzetesének történetére. Nos, amikor még nem jött el a nagy idő, vagyis a fordulat éve, de az ávósok már fáradhatatlanul csipegették a nemzet kalácsából a mazsolákat, innen is, onnan is elhurcolták a jegyzőt, a tanítót, a kiváló gazdát, hogy a fordulat hónapjaiban a népnek ne legyenek hiteles, mindenki által ismert vezetői. Hurcolták őket később is, de még így is maradtak hírmondók, akik az 56-os forradalom vezetői, ha éppen nem lelkei voltak. Őket utólag kellett összecsipegetni, mondta szépasszony, miközben az asztalra tette a párolt borsos káposztával töltött hájas tészt a párnácskák tájait. Pontosan, folytatta történetét ősz hírlapíró. Be is kopogtattak, mit ne mondjak, dörömböltek a győri bencés rendház ajtaján is, vagy hárman a régiek közül, de már nem a kék parolis egyenruhában, nem is a ballonkabát civilben, hanem a kor divatja szerint pufajkában. Galambos Irént keressük, azonnal küldjék ide! A portás testvér döbbent arcot vágott. Irént? A süket maga? Azt hát, Galambos Irént! Na de kérem, ez egy bencés rendház. Na és? Tegye, amit mondtunk. Itt nincsenek nők. Hogyhogy nincsenek? Úgyhogy ezt kérem egy kolostor. Férfi kolostor. A pufajkások összenéztek. Keményen vívott bennük az engedelmesség a beléjük vert butasággal. Még akkor is kongott-bongott az agyuk, amikor visszakászálódtak a katonai mentőnek álcázott rabszállítójukba. A portás pedig azonnal riasztotta Galambos Irénéusz atyát, hogy iszkiri, Irén atya pedig, mert így hívta őt országvilág, már is inalt elfele a hátsó kiáraton át. Meg sem állt a nyugat-németországi Burgkastléig, ahol remek gimnáziumot szervezett a menekült magyar gyerekeknek.